Juhász Ferenc érkezik a kaposvári törvényszékre. Az egykori honvédelmi minisztert a tábornok per néven elhíresült ügyben tanúként hallgatták ki. Mint ismert, még 2010-ben indult a nyomozás a honvédelmi minisztérium volt vezetői ellen, akik a vád szerint 2002 és 2009 között 100 milliós nagyságrendű korrupciós összeget vettek fel a honvédelmi minisztérium beszállítóitól. Juhász Ferenc a hétfői tárgyaláson azt állította, szinte semmilyen kapcsolat nem fűzte Fapál Lászlóhoz, egykori államtitkárához. Fapál úr fegyelmezett katona volt, én meg távolságtartó vezető. Juhász Ferenc a tárgyaláson azt mondta, nem tudott az általa vezetett honvédelmi minisztériumban zajló visszaélésekről. Korábban a sajtóban megjelent, a katonai biztonsági hivatal már Juhász Ferenc minisztersége idején jelezte, hogy visszaélés tapasztalatárcánál, ám mindezek ellenére semmilyen vizsgálatot nem rendeltek el. Nyilvánvalóan, hogyha arra vonatkozóan lett volna valamiféle előterjesztés, dokumentáció, bármi, hogy ezt tájékoztattak engem, a hivatali utódomat, vagy bármilyen rendű rangú embert, hogy valami nem stimmol, akkor az már réges-régen előkerült volna, ha más nem, akkor a Magyar Nemzet vagy a Hír TV honlapján. Éppen ezért azt gondolom, hogy mint ahogy én tudom, hogy én ilyet nem kaptam, azt gondolom, hogy más sem kaphatott. A Gyurcsány kormány ex-miniszterére korábban Olá Lajos az ügy 16. rendű vádlottja tett terhelő vallomást. Azt mondta, ő is részesült a vesztegetéses pénzekből. Nem ezt állította, tessék elolvasni a vallomást. Olá János állítása szerint 2006 elején 12 millió forintot vitt be Fapál Lászlóhoz, az ezzel kapcsolatban tett vallomásból idézünk, előttem kivett 4 millió forintot. Azt mondta nekem ekkor, várjak 5 percet, át kell ugrani a főnökhöz, mert már nagyon várja. A főnök Juhász Ferencet jelentette. Olá János később visszavonta a nyomozati szakban tett vallomását. A hétfői tárgyaláson meghallgatták a HM egykori beszállítóját, a Kipszer Kft. Vezetőjét, aki elmondta, a 8 év alatt legalább 50 millió forintot osztott vissza a Honvédelmi Minisztériumnak. Az ügy holnap további tanúk meghallgatásával folytatódik a kaposvári törvényszéken.